A kiállítás indítatását Tóth László tárgyalás című grafikasorozata képezte. Egy asztalt monumentális emberalakok ülnek körül. Az évtizedeken keresztül többször visszatérő téma szereplőit a művész mind nagyobb torzításokkal jeleníti meg. Az asztalnál ülő emberalakok átalakulnak, darabokra esnek, testük babára vagy gépre hasonlít. Esetenként, amíg élő csontvázakról a hús lemállik, a végtagok leszakadnak, a fejhelyén csupán alaktalan csonk látható. Az egymástól elforduló emberek teatrális látomásában Tóth a kommunikáció megszűnését, a tárgyalás lehetetlenné válását jeleníti meg. Az emberi tehetetlenségre csupán az embertelenség, a háború tűnik kiútnak. Ha a Csillag a mágián előadását ismerjük, amelynek ugyancsak, mint a képen látható anyag, egyik fontos anyag a deszka, ugyanígy a Csillag a mágián díszlete egy nagy deszka emelvényen zajlik, ami egyszer csak hirtelen egy nagyon érdekes díszlettervezői találmánnyal, láncokat beakasztva a húzókról, felemelkedik és hirtelen tárgyaló teremmé alakul át. Tehát ez per is egyben, amelyben ugye mágiára ítélik az eretnekké minősített szervét, Mihályt. Tóth László művészetében a festészet és színház kölcsönösen megtermékenyítő hatással voltak egymásra. Díszlettervezőként 1976-ban részt vett Sütő András Csillag a mágián című drámájának a Haraggyölgy általi színrevitelén. A darab az egykori barátok Calvin és Szervét Mihály hatalmi intoleranciává fajuló hitvitáját mutatja be, amely Szervét Mihály mágia halálához vezet. Tóth László számos haragrendezés díszletét alkotta meg, amit Tóth megrajzolt vagy megfestett a harag előadásokhoz, mint hangulatot, azt harag minden esetben szinte egy az egyben megelevenítette képileg a színpadon. A kiállítás egy olyan színpad, amely Tóth László grafikai lapjaival és a Csillag a mágián felvételével egy örök tárgyalás tanúivá avatja résztvevőket. Most a stúdióban folytatjuk, Székely Sebestyén György a vendégem, szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Már teljesen kadró infláció van itt. A bejátszásban nem részleteztük ugyan, de hát néhány dolgot mondjuk el Tóth Lászlóról. Ő egy olyan alkotó és oktató, aki Kolozsváron működött, nem csak a színházban, hanem az egyetemen is. Igen. Tompa Gábor említette a megnyitón, hogy Tóth László most lett volna 80 éves, tehát egy megemlékezés is végső soron ez a kiállítás. A kolozsvári művészet jelentős alakja, a szürrealizmus erdélyi térhódításának a fő alakja igazából Miklóssy Gábor mellett, és van ez az úgynevezett kolozsvári grafikai iskola, amely az Utunk folyóirat körül alakult ki, amelynek ugyancsak jelentős alakja ő. És hát aki a kolozsvári rádió és televízió épületébe járt, és hát a szociál külsőn belül keveredett valamilyen módon, és látta azt a mozaikot, ami itt van, az is az ő munkája. Igen, ugye? Igen. Igen, itt valóban van egy gyönyörű darab, talán 71, nem tudom, 68, vagy mikor, a 60-as évek legvégén avatták fel ezt az épületet, ami magában egy nagyon szép modernista épület, és egy teljes művészeti program, nagyon jó művészek kapcsoltak, tehát a bejáratnál Spötárúnak nagyon jó kültéri szobra, a Föld fülei című szobra, itt bent pedig a Tóth László üvegből készült, nagyon érdekes, háromdimenziós mozaikja, igen. Mi történik vele? Tehát ő az egyetemen tanítani kezd, docensként működik, mesélted, hogy dékánnál választják, vagy szinte, ezt nem tudom, és aztán emigrál hirtelen. Igen, tehát rögtön azután, hogy dékánnál választották 83-ban, amikor az Andrészku már zárt intézmény volt, és ez az a periódus, amikor már magyar oktatók nem kerültek be igazából a főiskolára. Akkor ő dékán lett a festészeti karnak a vezetője, ami a hatalmas szó volt. Ennek ellenére rá egy évre talán elmentek feleségével, aki ugyan Tóczy Csilonával, aki ugyancsak nagyon jó festőnő volt, elmentek Németországba. Hogy mi történt, és miért akkor mentek el, tehát gyakorlatilag a Tóth László karrierjének a csúcsán, azt nem tudom megmondani. Beszéljünk egy picit a kiállításról, nagyon izgalmas dolgok hangzottak el, hát ezeket csak érintettük a bejátszásban vizuálisan, próbálván valamilyen szinten megjeleníteni, amit ott összehoztatok.
Az egyik dolog az, amiről Tompa is mesélt, hogy valahogy úgy ragadta meg a feladatként ott álló darabokat, hogy arról készített egy képet, ami aztán meghatározó volt olyan szempontból, hogy vizuálisan mi fog történni majd a daramban effektíve. Mi a viszony egy ilyen kétdimenziós grafika és egy majdani színpadi kép között? Hogyan működik ez az átvitel? Hát a festészet, grafika és színház kapcsolata az nagyon, nagyon termékeny és megtermékenyítő, mindkét irányban megtermékenyítő hatású tud lenni. Most egy példát mondanék, ma meglátogatott Steve Magda, meglátogatta a kiállítást, én őt még soha életemben nem láttam, nem találkoztam, tehát nem ismertem, és amikor bejött a galériába, akkor rögtön köszöntöttem, hogy nagyon örülök, hogy itt van, és hogy szeretnék egy képet megmutatni neki. Ugyanis Tóth László készített Steve Magdáról egy képet, ami egy nagyon elvont, egy nagyon drámai, nagyon erőteljes kép, de amiben valamennyire felismerhetőek Steve Magda vonásai. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy a látható valósághoz való viszonyulás Tóth László részéről annyira erőteljesen expresszív tudott lenni, anélkül realista lett volna, hogy ezt természetesen egy rendező fel tudta használni. Itt a kiállításon egyetlen egy díszlettervet állítottunk ki, amely a Magyar Színház dokumentációs tárában kapható, mármint annak a gyűjteményében van, és hogyha azt a díszlettervet megnézzük, akkor látható, hogy mennyire megragadott egy hangulat, megteremtett egy hangulatot, amely tényleg kívánja azt, igényli azt, hogy átalakuljon cselekvésé és díszleté váljon három egy térben. Mennyire földolgozott az ő munkássága, és mi az, ami esetleg még a Kolozsvári Színház archívumában ott van, vagy kutatható egyáltalán ez a történet? Milyen egyéb munkáiról tudunk? Hát Tóth László díszlettervezői munkássága nincs eléggé feldolgozva, illetve nem kapható erről túlságosan sok minden. Amikor 2014-ben rendeztünk egy Tóth László gyűjteményes kiállítást a Quadroban, akkor már felkutattuk egyszer, pontosabban Salat Erzsébet, a dokumentációs tár vezetője felkutatta ebben a témában az archívumukat, és előkerült néhány, de kevés díszletterv. A Kolozsvári Múzeum gyűjteményében vannak olyan munkák, amelyek díszlettervekhez köthetőek, de ennek én azt mondhatom, hogy ez a téma nincs eléggé feldolgozva. Itt nem is erre törekedtünk mondjuk ebben a kiállításban. Másrészt viszont Banner Zoltán, aki kortársa, munkatársa és jó barátja volt Tóth Lászlónak az utunknál, ugye, ő monográfiát is írt a művészről. A napokban felhívtam, hogy megkérdezzem, hogy ő mit tud arról, hogy mi volt ennek a tárgyalás sorozatnak az indítéka, hogyan született ez meg. Ugyanis amikor a 70-es évek elején datálhatóan, tehát itt a kiállításon egy kép van, ami 74-ből való, tehát kb. 74 körül kezdte el ezt a tárgyalás sorozatot, hogy köthető ez valamilyen konkrét eseményhez, amiből Tóth László inspirálódott. Tehát élettörténeti vonatkozásra gondolsz, vagy bármi egyébre? Hát maga a tárgyalás témája annyira univerzálisan van megragadva ebben a képsorozatban, tehát már a legelején 74 körül, hogy ez nem a privát élettörténetre vonatkozik, hanem sokkal inkább az emberiségre általában, meg a politikára, hogyan működik a társadalom, a nagy emberek, ugye. Ugyanis ezek a képek mind nagyon monumentálisak, nagyon monumentális alakok vannak benne, tehát úgy érzem, hogy ezzel azt sugallja a nagy emberek, a nagy politikusok, akik eldöntik a föld sorsát, erről szólnak ezek a képek. Banner azt mondta, hogy ő úgy emlékszik, nem emlékszik konkrét eseményre, de ugye ez a 70-es évek eleje, és Tóth László, aki egy nagyon vagány és laza ember volt, ennek ellenére, vagy ezzel együtt nem ennek ellenére, egy nagyon humanista ember volt, valahogy a hidegháború eseményeire reflektált ezekben a munkákban, illetve ez volt, ami foglalkoztatta őket abban a periódusban. Hát, hogyha egy ilyen rövid szinopszisát kéne adni annak, ami annál az asztalnál történik, úgy, ahogy a képek bemutatják, akkor az hogy néz neki?
Hogyan látta ő ezt a világot? Azt mondhatnám, hogy ez egy hosszú tárgyalás, ugye? Tehát elkezdődik 74-ben, és a 90-es évek végén még zajlik. Sok képet, sok fényképet, idézőjelben fényképet készített ott László erről a tárgyalásról, hogy emberek körülülnek egy asztalt, és próbálnak tárgyalni. Az első képeken azt látjuk, hogy ezek a monumentális, agresszív emberek vannak, tehát már az első képeken látszik egyfajta agresszivitás, ami arról szól, hogy ezek nem béketárgyalások, vagy ha akár béketárgyalások is, nem lesz jó vége ezeknek a tárgyalásoknak. A későbbi képekben viszont már nem csak agresszívek ezek az emberek, hanem teljesen szétesnek, tehát a csontvázuk kilátszik, a szervei kilátszanak, a fejük, a kezük, a lábuk elválik a testtől, és mindenükkel hadonásznak, tehát kézzel, lábbal úgymond próbálják megértetni önmagukat, illetve megérteni önmagukat. Ugyanis ez a tárgyalás már befele is fordul. Nem csak arról van szó, hogy egymással nem tudunk beszélni, hanem már önmagunkat nem ismerjük fel is. És minthogyha az ész, a szív, a lélek elszakadnának egymástól, és képtelenek lennének kommunikálni. Reprodukciós formában ez a sorozat valahol megtekinthető? Megvan? Hát a galériában a kiállításon megtekinthető január végéig. A sorozatnak több darabja van, tehát itt most a kiállításon 5-öt állítottunk ki, ezen kívül még vannak szétszórva a nagyvilágban még darabok belőle. Hát akkor használják ki ezt az időt, és látogassák meg a Kvádró galériát. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.